Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyen megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. A hetedik helyen fejezte be a bajnokságot az NB3-ban a Sényői futballcsapat. Aranyos aranyak, 45 év legjobb sportolóit mutatja be a kiadvány. Egy kosárlabda tornával avatták fel az új nyírpazonyi sportcsarnokot. 11 futsalbajnokság legjobbjai díjazta az MLS megyei igazgatósága. Döntőbe került a Nyíregyházi Sportcentrum Kenguru kosárlabda csapata. A hetedik helyen fejezte be a bajnokságot az NB3 keleti csoportban a Sényői futballcsapat. Az Imrő László, Fiumei Viktor edzőpáros által irányított együttes 18 győzelem mellett 8-szor játszott döntetlen és 12-szer szenvedett vereséget. Abszolút nincs bennünk ugye hiányérzet, szerintem nagyon jól sikerült ez az év, főleg inkább a tavaszi szezon. Sose volt még ilyen, hogy a tavasz jobban sikerüljön, mint az ősz, mert ugye ősszel általában több mérkőzés van, könnyebb, hogy több pontot lehet összeszedegetni, viszont most ott a tavasz is nagyon jól sikeredett. Hát szerintem még esetleg egy nagyon kicsi szerencsével talán egy-két helyet feljebb lehetett volna kúszni. Melyek voltak azok a meccsek, amelyek után abszolút elégedettek lehettetek? Most elég jól szerepeltünk idegenbe. Ezekkel mindenképpen elégedettek vagyunk. Akkor voltak hazai mérkőzések is, tényleg jobb csapatok ellen, amik jobban sikerültek. Viszont ugye megfordítva a kérdést, volt egy-két olyan meccs, ami után keserű szájízzel hagytuk el a pályát. Ugye ilyen például egy Debrecen 2-nél egy nem olyan jól kinéző vereség, vagy hazai pályán egy Putnok elleni vereség. Évek óta meglehetősen szűkös játékos kerettel dolgoztok. Hogyan lehetett ezt kezelni az elmúlt bajnokságban? Mindig vannak nálunk fiatalok, akik ezt a létszámot megpróbálják kiegészíteni. Őket úgy általában beszoktuk már vetni, többé-kevésbé tudjuk őket használgatni, aztán így szoktuk áthidalni ezt a kérdést. Milyen volt egyébként a bajnokság színvonal, a 38 meccs eleve nagyon sok? Igen, nagyon sok, meg ugye mellette még volt egy pár kupamérkőzés, meg inkább ami problémát okoz így amatőr osztályt nézve, hogy nagyon sok a vasárnap-szerda, vasárnap ritmusú meccs, azért itt a játékosok nagy része dolgozik, menni kell másnap munkába, aztán úgy ezt az időszakot azért nehéz kezelni. Ettől függetlenül valamiért mégis vonzóbb az NB3, mint néhány évvel ezelőtt, hiszen most gyakorlatilag minden csapat elindult a megyei első osztálybajnokok közül az osztályozón, azaz fel akartak kerülni. Én is azt látom, hogy nagyon sokan vágynak ebbe az osztályba. Hogyha megnézzük, tényleg mindenhol egyre sokkal jobb infrastruktúra van, és nagyon jó pályák, körülmények közt jó csapatok játszanak egymás ellen, egy jó kis színvonalas bajnokság van. Valamint azt látom így a visszatekintve az előző éveket, hogy nagyon sokan figyelik is ezt az osztályt, és esetleg van lehetőség feljebb lépni, aki szeretne magasabb osztályba focizni. A nyári időszak egyben az átigazolási időszak is, milyen mozgás volt már is várható Sényűn? Ami eddig konkrét, az távozott három ember, ugye a kapusunk Nagy Máté, a Pál Zsombi és a Prakonkám Ádám. Ami érkező oldalról még eddig publikus és biztos, az ugye visszatért hozzánk a Jócsák Dávid és a Barta Gábor, ők mind a ketten fél évet Újfélton voltak idézőjelesen kölcsönbe, ugye több játék lehetőséggel. Aztán őket is figyelgettük, néztük azért a mérkőzéseiket, eredményeiket, aztán ők így most visszatértek hozzánk. Az NB3-ban is érvényes lesz ősztől a fiatal szabály, mekkora gondot jelent ez? Egy 2004-es születésű játékosnak, ami elég fiatal, ugye kötelezően pályán kell lenni végig a 90 percig minden mérkőzésen. Ugye ebből kifolyólag azért ebből a korosztályból be kell szerezni legalább 3-4 játékost, ugye sérülés, formahanyatlás, eltiltás, stb. Révén, meg ugye, hogy lehessen cserélni is ezeket a játékosokat. Hát szerintem a többi csapatnak is elég fejtörést okoz ez, hogy honnan oldják meg az ilyen típusú fiatal játékosokat. Mi is rajta vagyunk a dolgon, és megpróbáljuk a lehető legjobb megoldást megtalálni erre. Mikor kezdődik a felkészülés, mit lehet már biztosan tudni a nyári programról? 23-án kezdünk, aztán ott lesz egy ilyen 2-3 napos kis ráhangolódás, hétvégén egy ilyen egymás közti játék, utána pedig beindulnak majd az edzések, edzőmérkőzéseken, nagyrészt azért osztálytársakkal játszunk, meg lesz benne egy-két megyei csapat is.
Aranyos Aranyag címmel készült el az a kiadvány, amely a Nyíregyházi Arany elmúlt 45 évének legjobb sportolóit mutatja be. Úgy gondoltuk, hogy össze kellene gyűjteni azokat a sportolókat, akik példát mutathatnak, illetve akiket példaként állíthatunk a jelenlegi tanítványaink elé. A példaképekre úgy gondolom, hogy a mai ifjúságnak is szükségük van. Ezek a példaképek adhatnak erőt, kitartást ahhoz, hogy további sikereket érhessenek el a diákjaink. Olimpiai bajnok, világbajnok, olimpiai érmes, olimpiai helyezett diák kezdte a sportolói pályafutását, pontosan diákként kezdte itt a sportolói pályafutását. Megvan a kapcsolat velük? Visszajárnak még egy-egy jelesebb esemény alkalmával az intézménybe? Igen, természetesen, és mi nagyon örülünk, hogyha eljönnek hozzánk. Legutoljára egy népes sereg gyűlt össze a 40. évforduló alkalmával. Kökény Rolandtól kezdve Fucsovics Mártonig, még sokan mások. Most is várunk neves sportolókat, tényleg olyanokat, akik számtalan világeseményen szerepeltek, kiválóan is öregbítették, nem csak az ország, hanem Nyíregyháza is. Hát természetesen az aranynak a hírnevét is. Ugye, aki fiatalon már kiemelkedően sportol és él sportolói pályafutás előtt áll, általában vagy legtöbbször külön órarendben vagy magántanulóként tanul, ezek szerint az arany abszolút partner ebben. A sportiskolai rendszer, amit mi működtetünk, az nyújt lehetőséget arra, egyrészt, hogy egyéni tanrendet állítsunk össze a diákoknak, amikor természetesen tudnak, akkor bejönnek az iskolába és készülnek fel, de akkor, amikor osztályozó vizsgájuk van, akkor több segítségre van szükségük. A kollégák nagyon támogatják és pártfogolják őket, és segítséget nyújtanak ebben a felkészülésben is. Ha a dicsőségfalat nézzük, láthatjuk, hogy úszástól kezdve kézlabdán át, atlétikán keresztül kajakkenőig széles a paletta. Most milyen sportágakban vannak reményteljes fiatalok az aranyban? Természetesen elsősorban az úszás az, ahol a diákjaink a legjobbat teljesítik. De az évek alatt felzárkózott a kézilabda, a lányröplabda, és atlétikában is szép sikerek vannak, például Lőv Gábort említhetném, aki magasugrásban volt például országos bajnok. A legkisebbek közül pedig a tornászlányok azok, akik ebben az évben, és most már talán harmadszor országos döntőbe jutottak, ezt a sportágat próbáljuk most továbbfejleszteni. Az aranyból indulva lett világbajnoki, Európa-bajnoki, uniós Európa-bajnoki bronzérmes a kövívó. Hogyan emlékszel vissza, mit adott neked ez az intézmény gyerekként? Óvodáskoromban ide jártam a szomszéd óvodába, és ugye úszni átjártunk ide már kiskoromtól kezdve. Aztán az iskolát, az első osztályt is itt kezdtem el, folytattam az úszással, ami hát ugye nagyon jó alapokat adott a későbbi sport pályafutásomhoz. Ugyanitt az iskolában folytattam, elkezdtem röplabdázni, aerobikoztam is, és egyébként a röplabda is a röplabda mellett kezdődött el az ökölvívás szeretete is, úgyhogy hát 14 éves koromban kezdtem el, úgyhogy a gimnáziumi éveimben én folyamatosan ökölvívtam, versenyeztem, versenyekre jártam. Hát nagyon támogató volt egyébként a légkör, tehát mindenben segítettek, elengedtek több hetes táborokra, úgyhogy hát nekem nagyon jó élmény volt most ide belépni újra, tehát több mint 5 éve voltam itt utoljára. Egy utánpótlás kosárlabda tornával avatták fel a nyírpazonyi sportcsarnokot. A létesítményt, mint a helyi általános iskola diákjai is használhatják a testnevelési órákon. Ez a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége által szervezett Junior NBA kosártorna, aminek a kelet-magyarországi egyik fordulóját mi rendezzük, és ezzel szeretnénk átadni a gyerekeknek az új sportcsarnokunkat. Honnan érkeztek a részvevő csapatok? Miskolcról, Debrecenből, Mezőcsátról, Nyíregyházáról és a mi saját kis csapatunk. A Nyírpazonyi Kosárlabdázók Egyesülete jelenleg hány játékos számlál, és milyen távlatokat itt meg számotokra ez a csarnok? Jelen pillanatban 50 igazolt sportoló gyerekünk van. Mi 14 éves korig foglalkoztatjuk a gyerekeket, és utána felmenő rendszerbe átadjuk a Nyíregyházi klubnak.
mennyire nehéz, vagy mennyire könnyű utánpótlást találni magyarul, mennyire vevők a gyerekek itt Nyírpazonyban a sport, és azon belül a kosárlabdára. Ha azt mondom, hogy egy 200 fős, közel 200 fős iskolából 50 fiúgyermek kosárlabdázik, én azt mondom, hogy egész jó arány. Terveztek esetleg nyári kosárlabdatábort, vagy valami olyan tábort, ahol mozgási lehetőséget tudtok biztosítani, ha már itt van ez a csarnok a helyi gyerekeknek? Igen, most már bátrabban merünk tervezni, lehet, hogy már a nyárára is fogunk egy felkészítő tábort összehozni, és azon kívül pedig az utánpótlásnak nagyon sok rendezvényét szeretnénk itt megrendezni ebben a gyönyörű csarnokban. Nagyon sok település elfogadna egy ilyen sportcsarnokot. Mit jelent ez a létesítmény Nyírpazony életében, milyen távlatokat nyitott meg az elkészülte? Ez a tornacsarnok egy hatalmas mérföldkő volt a település életében. Gyakorlatilag azt tudom elmondani, hogy egy 10 éve már a sport infrastruktúra tekintetében építjük tudatosan a települést. Egy 2016-os kormányhatározat volt, amelynek értelmében egy ilyen létesítmény megvalósulhatott a településen. 2 hónapja adtuk át magát a létesítményt, és azt mondom, hogy teljesen új dimenzióba helyezi mind a sportolási lehetőségeket, itt a településen élőknek is, és a környéken élők számára is. És nem beszélve arról, hogy nem csak mi sport létesítmény funkcionálhat, hanem egy több funkciós közösségi térként is működik a következő időszakban. A háttérben egy kosárlabda mérkőzés zajlik, egy tornával avatják fel a sport szempontjából ezt a létesítményt. Milyen sportágok használhatják még itt Nyírpazonyban ezt a csarnokot? Benti teremsport tekintetében szinte korlátlanok a lehetőségeket, egészen a tenisztől, a tollaslabdán keresztül a kosárlabda, kézlabda, futszál, tehát széles a merítési lehetőség, kézlabda, és utánpótlás csapataink is, az iskolának 2 darab van, kosárlabda csapat és kézlabda csapat, ők már belakták és rendszeresen edzenek, jönnek az asztali tenisz szakosztályunk is, aki szintén fogja használni ezt a létesítményt. A csarnok mellett van egy füves labdarúgópálya, műfüves kispálya. Gondolkodnak esetleg távlatilag abban, hogy akár sportturizmus terén hasznosítják ezeket a létesítményeket? Még egy fejlesztésre szeretnénk az ira pontot föltenni, egy apróbb léptékű, de számunkra fontos. Nyertünk tekbolasztal, pingpongasztalnak a Magyar Falu program keretében egy kialakítását és egy megvalósítását. Egy esőházat szeretnénk még ide elhelyezni magának a sportkomplexumba, azért, hogy a későbbiekben családi rendezvények lebonyolítására, vagy pedig baráti találkozók lebonyolítására is alkalmas lehet, és utána pedig gondolkozunk abban távlatilag is, hogy versenysport tekintetében a település előre fog lépni. Erre lesz lehetőségünk akár a kosárlabda, akár a kézlabda, és úgy gondoljuk, hogy a labdarúgás tekintetében is. Az országban sajnos még nagyon sok általános iskolában gondot okoz a testnevelési óra megtartása. Van, ahol még tanteremben tartják, mindig ehhez képest Nyírpazonyban ez a sportcsarnok áll a diákok rendelkezésére, amelyben állunk. Milyen lehetőséget, milyen távlatokat nyit meg ez a létesítmény? Nagyon örültünk annak, hogy sikerült ezt a sportlétesítményt felépíteni Nyírpazonyba. A gyerekek nagyon örültek, és amikor meglátták ennek az impozáns épületet, szinte lefagytak, hiszen ilyen teremben még nem tartottak testnevelés órát a számukra. Nagyon örülünk neki, hogy itt Nyírpazonyban van a Nyírpazonyi Kosárlabda Egyesület, és ennek keretében az iskola tanulói egyre inkább aktívan részt vesznek ennek a sportnak az űzésébe, hiszen elindult az általános iskola alsó tagozatába a kosárlabda palánta, és ebből építkezünk, és nagyon szeretnénk, hogyha minél több tanuló kedvet kapna a kosárlabdához, és a kosárlabdán kívül a teremsportokhoz is, egyre több tanulót vonnánk be a sportba, ennek eredményeképpen elszakadnának az internet függőségtől, egyre inkább egészségesebbek lesznek, és én úgy látom, hogy nagy örömmel veszik a tanulók azt, hogy ez a sportcsarnok felépül, és mikor alkalom van, mindig eljövünk ide, és itt tartjuk a testnevelés órákat. Tizenegy futszál bajnokság legjobbjait és gólkirályait díjazta az MRSZ megyei igazgatósága. A legtöbb elismerést a Csengeri, a Gyulaházi, a Vásárosnaményi és a Mátészalkai csapatok képviselői vehették át. Nyugodtan kijelenthetjük azt, hogy évről évre egyre népszerűbb ez a szakág.
a megyénkben. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében még soha nem versenyzett ennyi csapat és ennyi korosztály, valamint ennyi bajnokságot sem rendeztünk. Egészen pontosan 11 bajnokságnak a kupáit láthatjuk az asztalon, illetve adjuk át majd a díjakat az első három helyezettnek és a gólkirályoknak. Ez úgy adódik össze, hogy van a regionális felnőtt férfi bajnokság, mellette a lányoknak van két korosztály, az U17 és az U19, a fiúknál pedig van U13, U15, U17 és U20-as korosztály, és a fiúknál annyi jelentkező volt, mindenhol minimum 23, de valahol 30 csapat is, hogy területi alapon két csoportba kellett osztani őket. Érdekes, hogy az utánpótlás bajnokságokban a 10 bajnokságban több mint 200 csapat nevezett, ennyi még soha nem volt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A Brazíliában, Spanyolországban, Portugáliában kifejezett ajánlják a gyerekeknek, hogy futszállal kezdjék el a futballista pályafutásukat. Kezdünk el menni mi is errefelé, hiszen volt idő, amikor kifejezetten tiltották a nagypályás csapatok edzőjátékosaitak azt, hogy futszalozzanak. Most már egyre több nagypályás edző engedi azt, hogy kispályázzanak vagy futszalozzanak a játékosok, hiszen kisebb területen sokkal gyorsabban kell gondolkodni, megoldani a játékokat. Arról nem beszél, hogy a futszálnak a különböző mozgásforma 2-1 elleni, 3-2 elleni játékra épül, illetve a háromszög játék, amely a nagypályán is ugye most már egyre inkább mindenhol megjelenik, és hát azért jól mutatja, hogy nem csak mennyiségben vagyunk meg, hanem minőségben is a megyében, hiszen van ugye most már utánpótlás magyar válogatott játékosunk, ugye a mai díjátadón is itt lesz Csercsa Gergő, a Gyulaháza játékosa, aki gólkirály is lett a korosztályában. Azt már megszokhattuk, hogy a Csenger futszál képviseletében mindig jelen vagy a szezonzáró díjátadó rendezvényen. Most milyen eredményekkel a tartsajban érkeztél? 3 aranyérmet, vagyis 3 kupát viszünk haza. Bajnok lett az U15-ös fiú, az U17-es fiú és az U19-es lánycsapatunk. Viszünk haza egy ezüstérmet is, az U13-as fiaink második helyen végeztek, és a bronzérmes Csenger FC-nek is hazavisszük a harmadik helyért járó díjat az U15-ös bajnokságba, és van még egy bronzérmünk a lány U17-es bajnokságban is, ahol még 2 külön díjat is haza fogunk vinni a lányoknál, ugye a U17-ben és az U19-ben is Szilágyi Hanna lett a bajnokság gólkirály, és még egy gólkirályunk van, kettő, az U13-as fiúknál Bandicsáron, az U15-ös fiúknál Balog Alex nyert el a bajnokság gólkirályi címét. Itt Balog Alexet külön kiemelni, aki 144 gólt rúgott. Emellett mi még fogunk kapni egy érmet, ha már megengedett, hogy dicsekedjek. A MB1-es U17-es bajnokságban a Csenger futszál a keleti csoportban megszerezte a harmadik helyet, úgyhogy még ott is lesz egy bronzérmünk a idei termésben. Ezt végighallgatni sok volt kis túlzással. Mennyien futszaloznak Csengerben? Hát büszkén mondom, hogy most már 100 körül vannak a futszalos játékosaink száma, sőt most már az U15-ös korosztályban, mint mondtam, ott van egy első, meg egy harmadik helyünk is a fiúknak, ott 2 csapatot kellett indítsunk, úgyhogy nem csak a Csenger futszal, hanem a futszalosainknak fel a Csenger FC színeiben is játszik, úgyhogy fiú-lány szakágokban is bőséges a játékos állományunk, és az U17-es fiúknál is annyian voltak, hogy a csapat egyik fele a megyei U17-ben játszott, a másik fele az NB1-es U17-ben. Hogyan szerepelt a felnőtt együttes? Mi a megye második legjobb csapata lettünk az NB2 keleti csoportjában, és az 5. helyen végeztünk, ami egy nagyszerű teljesítmény, hiszen minden évben azt tűzzük ki valahol magunk elé, hogy a felsőházi rájátszásba kerüljünk legyünk benne Magyarország 20 legjobb csapatába, ugye a 10 csapatos NB1 mellett itt a kelet-nyugat NB2-ben az 5. hely, az pontosan a 19-20. helyet mutatja. Mennyi idő kell ahhoz, hogy az említett korosztályos csapatok legjobbjai ott legyenek majd a felnőtt együttesben? Ez most nagyon idejében jött a kérdés, hiszen most pont ott tartunk, hogy egy generációváltás zajlik a Csenger futszálnál, és a felsőházi rájátszásban most 6 vagy 7 utánpótláskorú játékos is bemutatkozott a felnőtt csapatba, és rendszeresen játszottak is. Úgyhogy most jött el ennek az ideje, ugye tulajdonképpen 8 éve futszalazunk, utánpótlás az 5-6 éve működik komoly szinten, tehát 5-6 év alatt sikerült kitermelnünk annyi fiatal játékost, akikre most már nyugodtan építhetjük a felnőtt csapatunkat is. Nagyon jót poénkodtunk itt a szezon végén, ugye Mándi meg Fejes, akik már ilyen öreg harcosoknak tűnnek, meg Balog Árpiék mellett, a csapat 70%-ának már kettessel kezdődött a születésébe, úgyhogy ez nagyon biztató a jövőt illetően. Nagyszerűen szerepelt a bajnokságban a Nyíregyházi Sportcentrum Kenguru fiú kosárlabda csapata. Vajda Tamás együttese bejutott az országos döntőbe. A szezon egy kicsit abból a szempontból indult nehezen, hogy előtt a pandémia megnehezítette a helyzetünket, ugyanis edzeni sem lehetett a tornatermekbe, de a gyerekekkel ilyen 3-4 fős csoportokban akkor is dolgoztunk, ők akkor is nagy intenzitással jöttek.
Végül ez, hál' Istennek, nagyon jól sikerült, ugyanis az alapszakaszból is 16 mérkőzésből 14 mérkőzést megnyertünk. Utána az országos regionális bajnokságban is második helyet szereztük meg, és ezzel automatikusan jutottunk az országos döntőbe, amint sikerült aranyérmet nyerni. Debrecenben volt a döntő, mely csapatokon keresztül vezetett az út az aranyéremig? Igazából akik nehezek voltak, Szeged, Kecskemét, Budapest, debreceni csapatok voltak az ellenfeleik, de méltó ellenfelei voltunk mindegyiknek. Voltak kemény mérkőzések, volt, amikor ők nyertek, volt, amikor mi nyertünk, de Isten, mi jöttünk ki belőle pozitívan. Ha látjuk a fotókat a falon és látjuk a kupákat, akkor láthatod, hogy milyen múltja van az intézményben a kosárlabdának. Az viszont a mai világban már meglehetősen ritka, hogy egy sportegyesület csapata egyetlen intézményre épül, hiszen az akadémiák más településekről, városokból, sőt nem sokszor határon túlra is szedik össze a tehetséges gyerekeket. Igen, számunkra nagy öröm, hogy azért nálunk évtizedes múltakra, több évtizedes múltra tekint vissza a kosárlabda hagyománya az Apáczaiban. Az NB1-es klubnak adjuk ugye az alapját, és rengeteg bajnoki címet nyertünk már az egyesületnek. Mai világban mindenki panaszkodik arra, hogy nehéz a gyerekeket felállítani a laptop mellől, elhúzni a telefon mellől. Mennyire vevők a mai fiatalok a sportra, azon belül a kosárlabdára? Nagyon meg kell nyerni őket, hogyha olyan az edzés és olyan a foglalkozás, akkor jönnek. Most is folyamatosan, tehát egy 18-asból lett egy 28-as csapatunk, és főleg a szülőket. Ha a szülő látja, hogy jó helyen van és dolgoznak a gyerekkel, és még eredmény is van, akkor szívesen hozza a gyereket, és a gyerek is szívesen jön edzésre. Ez a kenguru korosztályos győzelem egyesületi szinten született, de a diákolimpiai versenyek még folyamatban vannak, hogyan áll az Apáczai ezen a téren? Estanyunk itt a kicsiknél is olyan nagy öröm számunkra, hogy minden gyerek ugye csak az Apáczaiból volt, nem úgy, mint a kiemelt akadémiáknak, hogy a városból összegyűjtik a legügyesebb gyerekeiket. Diákolimpián is nagyon szép eredményt értünk el, a negyedik korcsoportos, a 7.-8. fiúkkal bejutottunk a Miskolci országos döntőbe. Ugye ez a terem nem szabványméretű, tehát akik itt tanulnak meg kosárlabdázni, és innen érnek el országos eredményt, az mindenképpen elismerésre méltó. Lehet esetleg tudni arról valamit, hogy lesz-e az Apáczainak valamikor egy szabványméretű csarnoka? Hát igen, ez egy hagyományos terem, tehát abszolút, tehát kosárlabda mérkőzés nem lehet benne játszani, de rengeteg NB1-es kosarast neveltünk ki ebbe a kicsi terembe, csak hogy kettőt említsek, a Bus Ivánt és a Mohácsi Máté nevét. Ígéretünk van rá, nagyon nehéz az, hogy itt nekünk az udvaron egy tornaterem felépüljön. Bízunk benne, igazgató úr mindent megteszi, hogy ez megvalósuljon. Terveztek esetleg nyári tábort a kosarasoknak, vagy valamilyen sporttábort a nyári szünetre? Igen, tehát már hagyomány, hogy az Apáczai is kosárlabda tábor, ez júniusban mindig egy hetes, az mindig elindul, most is már tele van, tehát rengeteg gyerek jön, és augusztusban újra kezdődik a felkészülés a következő évadra. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!